tekintsék meg azt a képes összeállítást, melyet munkatársaink a Nagy István Ifjúsági Vegyeskar tegnap előtti hangversenyén készítettek, és amelyben megszólal az együttes alapító karnagya is, Kovács András nyugalmazott egyetemi tanár. Megváltozott a világ, és az a kezdeti nagy lelkesedés, amikor 80 tagú kórussal mentem, két busszal Magyarországra például, aznak vége. Ugye? Tehát mondjuk a motiváltság sem olyan erős most már, mert bárhova mehet az ember, ha van pénze. Annak idején 96-ban, amikor kivittem őket Olaszországba, ez nagyon óriási dolog volt, hogy átmentek a határon, sírtak a szószoros értelemben az a buszban gyerekek. Tehát ez volt, most már nincsen, viszont letisztult. Tehát most csak azok jönnek, akik nagyon szeretnek énekelni, és tudnak énekelni, ez a, mondjuk az előnye. Kezdetekben, mondjuk a 90-es évek első felében talán lehet, hogy kevésbé lehetett igényes repertoárt kialakítani. Így van. Nevelni kellett őket, a tanítás, a letanítás is sokkal nehezebb volt. Most ugye, hogyha egy szólamban 3-4 kottaolvasó van, akkor már nincsen probléma, mert a többiek aztán ugye hozzájuk tudnak csatlakozni és fel tudnak hozzájuk nőni, de kevesen vannak. Szóval másképpen szól egy ilyen kis kórus mégis, mint egy nagy. Kedvesre társa vállal, ilyen jön már talán.
elmúlt 20-22 esztendőt nézzük, úgy általában a repertoárja a kórusnak miből tevődött össze? Hát nagyon sok irányban. Hát először is ott kezdem, hogy templomba kezdtük el a próbákat, mert az unitárius templom fogadott be. Hiába mentem politikai szervezetekhez, mert hogy mit kérek? Hát mondom, hogy semmit se kérek. Egy termet kérek, egy fűtött termet, hogy tudjunk próbálni. Aztán volt szerencsém, volt Kolcsár Sándor unitárius lelkésszel, aki befogadott kis templom, fűtötték egész télen, automata fűtőtest volt benne, nem volt probléma, és nagyszerű akusztikája volt. Hát ott próbáltunk egészen eddig 2000-ig. 2000-ben már annyi presztízsünk volt, hogy Philharmonia kölcsön adja a próbatermét. 2000-től a Philharmonia próbatermében próbál. Na és nyilván, hogyha megfelelő a próbaterem, van ott tér is, akkor másképp szól a kórus. Hát igen, igen, másképp szól a kórus, és nem feleltem az első kérdésre, hogy hát egyházzenét is énekeltünk, világit is énekeltünk, népdalfeldolgozásokat. Most ennek a kiskórusnak a, mondjuk a hátránya az, hogy évről évről változik a közösség, a tagság. És akkor elmegy a repertoár legtöbbször. Most ezt a kis madriga repertoárt, hát olyan 2,5 hónap alatt hoztuk össze. Mert énekeltünk februárban, itt Kolozsváron volt az a rendezvénye. Hát részben a tiszteletünkre és a 20 éves megéneplésünk. Mást énekeltünk, tehát népdalfeldolgozásokat énekeltünk. Most már nem mertem volna elővenni, mert nem volt rá idő, hogy ezekkel a gyerekekkel el tudjam énekelni azokat a műveket. De repertoáron tartjuk. Szóval cserélődik a tagság. Cserélődik a tagság, és ez mondjuk hát annak a kárára, hogy nem marad meg a repertoár. Hát én emlékszem, ezelőtt hány éve volt, azt már nem tudnám megmondani, 10, talán nem is olyan távoli. Szegeden voltunk, és hát ott mindenki oda volt, hogy mekkora repertoárja van a kórusnak, mindent énekeltek. És hát ez most már a múlté, mert mondom, hogy mindig újra kell kezdeni, szinte minden évben. Torna, 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 torna.
hogyan látja a kórus jövőjét? Hát ennek a kórusnak a jövőjét? Igen. Hát amíg megpróbálom, most éppen beszélgettem a gyerekekkel, hogy mivel benne vagyok a korban, hogy legyen nekem egy másodkarmesterem, amíg én tudom, addig csinálom, hogy utána ne menjen kárba az eddigi munka, hogy folytatódjon a tevékenység. Nem tudom, hogy fog sikerülni, mert most már nem tanítok sem az iskolában, sem az egyetemen, beszervezni a fiatalokat. Most az a tervünk különben, hogy ezzel a kis műsorral iskolákat fogunk meglátogatni, és elénekeljük nekik, hogy lássák, hogy miről van szó, nem tudják. Úgy valahogy elment a kultúra egy bizonyos irányba.